öreg út csendesen adja vizét. Így telik minden napja. Áldott életet fontolgatom, csak adni, adni minden napon. Ilyen kutá kellene lennem, csak adni teljes életem. Csak adni, terhet is jelentek. Jó út, nem érzed ezt a terhet? Belenézed, tükre nem vagyok, hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak tovább adom. Tisztán világon és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet, osszat áldást és szeretet. Nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen tovább adhatom. Tekints föl a boldogára, ott látod Jézust, hogy szeret. Felvette a bűnödet magára, és érte, önként szenvedett. Ó szív, kívánj egy drága kincsből, ha kell, forrását megvered. Istennek örök szerelméből meríthetsz hittel, eleget. Oh.
és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindenemet. Tövé a hatalom és a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. A születésnap az 500. év
ünneplése mellett most hallottuk már a többször a 450 éves születés napra is emlékeznünk kell, hiszen ez az, ami egészen közelről személyesen is érint bennünk. 450 évvel ezelőtt, éppen 1567. február 26-án a debreceni akkori Szent András templomban, ami a mai nagy templom elődje volt, összegyűltek gyülekezetek képviselői, és Mérius Juhász Péter egészen fiatal püspök vezetésével, aki már akkorra sok-sok tűzpróbát, harcot átélt, edzett volt, létrehozták, aláírásukkal igazolva, hogy elfogadja a második elvétit vallást, a svájci reformáció rendje szerint működő református egyházat, Kárpátalja és a Párciumi gyülekezet részvételével. Ekkor született meg a Tiszántúli Református Egyház. És pontosan 450. születésnapját ünnepli a Vészfüli Református Gyülekezet, mert azon a napon ott és akkor Szabó Lukács, békési szénior, a mai esperesekhez jutták akkor így, aláírt a Vészfüli közösség. Tehát a 450. születésnapunkon vagyunk együtt, ennek a gyülekezetnek van múltja. Voltak jeles képviselői, tempovépító őseik, azok a családok, kisebb ökrösök, paradik, marhások, akik tempót építettek itt szegénységből, de áldozatkészen, és volt kispálintunk, aki innen indult jobbágy családból és lett lelkipásztor, tudós, tiszteletes. És volt Tyúkodról idejött Gönczi Bélánk, aki szolgált tudós, tiszteletesként, és lapot szerkesztett, és könyvet írt, és ő szedte össze a Vészfüli-Rönnyezsia gyülekezeti történetét. Kutató ember volt. És vagyunk mi ma itt, akik magasztaljuk Isten mindezért. És várjuk, hogy az ige szólaljon meg. És Pál apostolon keresztül megszólít bennünket Isten írott igéje. Pál apostol bizonyság tétele arról szól mindenek előtt, hogy ő átélte és megtapasztalta, hogy mit jelent Isten nevében Krisztus üldözni. Mit jelent ellenségévé lenni az Istennek. Hiszen Saul, az Ószövetségi Nép egyik komoly tudósa, mai mondanánk, hogy országgyűlési képviselő és a Tudományos Akadémia tagja, annyira szerette Istent, annyira tisztelte a törvényt, annyira féltette az Ószövetségi Népet, hogy üldözte Jézus Krisztust. Hogy szektának tartotta a názáreti követőinek a közösségét. És ez az apostol Pál egyszer csak találkozik az Úr Jézus Krisztussal. És attól kezdve azt tudja mondani, hogy kár és szemét minden, és én nem akarok, nem tudok, nem szeretnék más lenni, mint Jézus Krisztus szolgálja. Miért? Mert megtapasztaltam, hogy akár lent vagyok, akár fent vagyok, elégedett lehetek, mert nem vagyok egyedül, mert velem van az Isten, velem van Krisztusom, és amely életet a testben élek, az Isten fiával való hitben élem, aki szeretett engem és életét adta értem. És ez a Pál apostol, a megváltozott életű Saul, tudja azt, hogy mit jelent velünk az Isten. Tudja azt, hogy amikor megbotozzák, amikor Filippibe börtönbe vetik, amikor penészes börtönszalmán van, akkor is vele van az Úr, mert megrendül a börtön alapján is, mert az Isten cselekszik, mert kinyílnak a börtönajtók, de ott maradnak a foglyok, és ő, Pál és Szilász, aki vele van, munkálhatják együtt a filippi börtönőnek a megtérését, aki a börtönkosztról majd
úrvacsorára fogja őket, és közösen dicsőítik az élő Istent, miután a börtönőr megkötözte sebeiket, miután megkeresztelkedett háza népével, valóban átélhetik, hogy velünk az Isten. És ugyanezt érte át Petlen Gábor az erdélyi fejedelem, amikor harcos élete végén, röviddel a halála előtt, tollat és papírt kért, és bibliai idézetként odaírta, hogy ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. És aztán a saját gondolataként oda tette, hogy bizony, soha senki nincsen. Ez lett az ő végrendelete, mert ez volt az ő élettapasztalata. Velünk az Isten. Ezt lehetett átélni itt is, hiszen volt iskola államosítás. Tönkretettek mindent, egy tolvonással levették az egyház értékeit, vagyonát. Azt a mozgatható tőkét, amiből föl lehetett az iskolát tartani, amiből lehetett templomot renoválni, és kisemlízték tökéletesen az egyházat. És aztán Isten csodája, a velünk való Istennek a szenzációs ötlete, hogy újra iskola van. Igaz, hogy nincs érték a hátam mögött. A szülők, meg a gyülekezeti tagok, meg a saját zsebemben van az az adomány, amit ha oda teszünk, van rajta áldás. És ha oda tesszük és adakozunk, nem csak a perselyben, hanem egyház fenntartó járulékként, adományként, nem csak iskola fenntartása, hanem a gyülekezet létéért, akkor valóban átéljük azt, hogy velünk van Isten. És ha mi Istennel vagyunk, akkor semmi sincs ellenünk. Az értéktelenedés sem, a pénztelenség sem, senki és semmi nem tud legyőzni, ha velünk az Isten. Velünk az Isten, és mi ővele. Végtelen az ő erej. Így lehet győzelmet aranni. Az apostol, a fejedelem, és a prófétaként megjelent reformátor, Mérius Juhász Péter egyaránt átélték azt, hogy sok bajban, küzdelemben meghajszott, megvetett népként, emberként lehet átélni a csodát, mert ha Isten velem, akkor nem áll az ördög. Nem áll az ellenfél, akkor a hitvitában az a feltehetően 1536-ban született fiatalember, aki alig él 39 évet, 29 évesen püspök, 42 könyvet ír, hitvita iratok jelzik azt, hogy védi a reformációt, és csinatokat vezet, hitvallásokat szerkeszt, és így születik meg a református reformáció a debreceni zsinat határozatával a református egyház. Négy nyelven beszél, ír és olvas latinul, görögül, németül és törökül. Szolgálja akkor a korban Isten ügyét, hiszen a három részre szakadt Magyarország hadi állapotban van, itt a török, a Habsburg császár királysága és az erdélyi fejedelemség feszültségben vannak, hitbeli módon is, történelmileg, politikailag is, és ebben a helyzetben tud Isten kegyelméből egyensúlyt tartani. Petlen Gábor, aztán Mérius Juhász Péter, a hitvallásos döntése kapcsán. De nem csak erről szól az írás, hanem arról, ami mindennek az alapja és a csodája. A mai ige központi üzenete ugyanis az, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy Jézus Krisztusnak közel jött, és Jézus Krisztus, mint áldozati párát, segben drága főpap,
odaáldozta magát, vérét ontotta értünk. Ez a reformáció csodája. Nem külső eszközök, nem templomok pompája, nem papok bölcsessége, nem az egyház történetisége tart meg, hanem egyedül Krisztus. Jézus Krisztusban van az Isten szeretete nyilvánvaló közöttünk, és ebből adódik az, hogy sem falák, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, semmilyen hatalom nem tud elszakítani az Istennek ettől a szeretetétől, amely Jézus Krisztus már megjelent. De a hiúság, a közön, az ördögön való hallgatás, a lustaság, az Istennel való szembefordulás, az énemnek a megvalósítása, ma vagy önakarás, az szembe tud menni az Istennel. Az tökre tudja tenni ezt az élő kapcsolatot. De Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáját gyarancsol. Jézus Krisztus azért van itt most is, mint testélet, ige, és mint jó pásztor, hogy bennünket tanítson, terelgessen, előttünk menjen, vezessen, és megálljon. Hiszen mi sokszor nem igazán értjük és értékeljük a múltat. Olykor kritizáljuk, szidjuk saját jelenünket, és félünk a jövőtől. Pedig Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké az. A benne való hitáltal lehet megújulni az egyháznak, benne való hitáltal lehet boldogan megélni, hogy mi ezen a napon a 450 éve megszületett Magyar Református Egyházat és Résztvény Gyülekezet tagjai vagyunk és lehetünk. Mert ha Isten velünk, akkor nem lehetetlen, hogy ezek a gyermekek és a jelenlevő szülők legyenek a jövő egyházi nemzedéke, akik nem sopálkodni fognak. Nem panaszkodni, nem kétségbe esni, hanem boldogan, Istenre menekülve, megújult lélekkel, felépített élettel szolgálni boldogan. Befejező gondolatként dicsőség Istennek. A születés mindig nagy csoda. Az egyház születése is Isten ajándék. Szentlélek hozta létre az első gyülekezetet, az apostolok között megújult a szeretet. Örömmel hirdették az ígét, így vezették Jézushoz sokak szívét. Erősödött a hit, ébredt a remény, Krisztus kegyelme mindenre elég. Elég volt a kegyelem építeni lelkiházat, megújítani a tévejlő egyházat. Győzni a felett, ki Krisztus ellen lázadt. A reformációban újra lehajolt az Isten, és felemelkedtük, és megismerhettük, ha ő velünk, ellenünk senkinek esélye nincsen. Bátor volt a reformátor, de nem ő tett csodát. Hirdette az ígét, felmutatta Urát. Az élő Úr a megtérőnek bocsánatot áll. Így újult meg az egyház, visszatért Urához, és megváltó Krisztusával hívta a világot megtérésre, új életre, örök üdvösségre. Ellenfelek ösztözében edződött a lélek, boldog volt, ki elmondhatta, Krisztus által élek. Új életet csak ő adhat, véd és vezet minket, aki győzhetne felettünk, bizony senki sincsen. Magasztaljuk az Úristen, neki zengjünk hálát, boldog szívvel, így szolgáljuk az ő akaratát. Szolidál a glória, dicsőség Istennek, alázzuk meg magunkat az Úr előtt, helyükön maradva, nyissuk meg szívünket és imádkozzunk.
Örökké való Istenünk, mennyi édesatyánk. Személyes, boldog vallomásként mondhatom és mondhatjuk néhányan, mi is, hogy átéltük és megtapasztaltuk. Az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Köszönjük, hogy karácsony csodája azt, hogy Immanuel, velünk lévő Isten vagy, Jézus Krisztusban jöttél közel, és ő felemeltetett aztán a keresztfára, hogy kiterjesztett kezeivel jelezze, hogy mindeneket magához vonz, és senki sincs, aki ne menekülhetne az ő szeretetéhez. Köszönjük, hogy ő feltámadt, és ő a te jobbodon, és a dicsőség Krisztusa hozta létre lélek által az Atya Szent Egyházat, amelynek mi is tagjai szolgáljuk. Áld meg ezt a gyülekezetet, e helyre telepedett népedet, áld meg ezt a települést, városkát, vezetőivel, vezetetteivel, légy ott otthonainkban, és ne engedett az ördög megcsalja minket, valóban a győszinte tiszta vágyakozás, te utánad, hogy rádöbbenjünk arra, hogy jó nekünk a te közelségedben, és ha te velünk vagy, akkor valóban nem árt senki és semmi. Könyörögve kérjünk betegeinkért, gyógyítsd őket kórházakban és hazatérésben, épülésben és erőtlenségben, te légy velük, te vigasztald a gyászban élőket, te hordozd mindazokat, akik megkeseredett életükkel hozzád menekülnek. Kérjük téged, minden gyászoló szív, hadd élj át azt, hogy nem csak vesztesége van, hanem benned és által a vigasztalása és gyógyulása is. Te áld meg a Menyezet Egyházunkat, Kárpát-medenceink reformátusságot és mindjárt keresztény hitét, életét, hogy a bőt közelettével tudjuk egészen oda szállni magunkat a te dicsőségedre. Hálózásra végezünk meg Istenünk arról, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék te tőle száll alá a világosság atyától. Fogadd el, amikor ezért önmagunkat ajánlunk fel, először a te dicsőséged és fele barátaink javának szolgálatára. Szavainkkal és életünkkel szeretnénk Jézus Krisztus nevéről vallást tenni a mindennapi élet Isten tiszteletében. Ezért küldetésünk betöltéséhez szent lelked erejét kérjük. Fogadd el hálák jeleként felajánlott adományainkat a te egyházad javára és országunk építésére. Amen. Imádkozunk együtt, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsánat a védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.